azt tudom, hogy a szeder az egyetlen gyümölcs, aminek nincs utóérése, tehát nem szabad félig zölden leszedni, mert nem fog beérni. Nem ám. Azokat kell leszedni, amik a végén vannak, és hogyha kicsit hozzányúlsz és enged, a kezemben marad. Pontosan a markodba bele gördül, az az érett. Van még egy tulajdonsága, ami nagyon érzékenyé teszi, hogy ahogy hozzáérsz és leszeded, hogyha melegen van, már másnap kezd penészedni, tehát roppant gyorsan igényli a feldolgozást. Igen, ez egy nyavajás, kényes gyümölcs a szeder. Ne mondd erre, hogy nyavajás. A top 5-ben van, na, a top 5-ben. Hát egészségügyi hatásában és az íz hatásában, de nagyon-nagyon meg kell érte szenvedni. Itt a délvidéken, itt ez egy jellemző gyümölcs? Hát tulajdonképpen 400 vad szederfajta van, és amint látod, ha megfordulsz, ez a fasor itt végig, ez már a töltésen, a Tisza, és itt az ártérbe, ugyanúgy, mint a Duna melléken, ez egy őshonos növény volt. Mikor a szeder elkezdett az ártérbe érni, akkor az asszonyok megindultak, jó megszedték, csináltak belőle lekvárt szörpöt, és csináltak belőle vasbort. Ez a vasbor, ezt nagyon bírom. Miért vasbor a szederbor? Igen, sokan kérdezik, hogy hát, és biztos, hogy csak a szederbor a vasbor? Igen, a szederbor a vasbor, mert ugyanis 4-5 hét alatt a legkomolyabb, legsúlyosabb vérszegénységet is helyrehozza. Hát ezért vasbor a szederbor. Ha leveszül egyet, ugyan kóstold már, ne csak dolgozik hát nekem. Hát szerinted hátad mögött mit csinálok? Ja, jól van. Nézd a nyelvem. Ez enyém is. Na ugye. Egyébként hadd mondjam el neked, hogy persze anyukáméknak is van szedrük. Mert hogy hát nagyon közel, ugye én is bácskaiak. Bizony a bácskai konyha. Mindig ezt hangsúlyozom, úgyhogy most aztán mutassuk meg, jó? De mutassunk ám. Mi a bácskai konyha? Mert a bácskai konyha a legjobb. Na ugye, szerinted miért? Én szerintem azért, mert egyrészt itt vannak a legügyesebb és a legokosabb házi asszonyok, akik főznek. A másik dolog pedig azért, és talán ez a komolyabb része, hogy itt koncentrálódik tulajdonképpen három tájegység és három kultúra konyhája. Én 4-et mondanám. Hát mert a sváb konyha is megragad. Jaj, bocsánat, igazad van, azt el is felejtettem. Na ugye, ne felejtsük el. Tehát a horvát, a szerb, a magyar és a sváb konyha keveredik. Ez akkor a még több, Marcsikám, a még... török. Akkor öt? Hát várjál. Hát öt, mert én úgy nőttem föl, hogy mi szármát ettünk. És amikor elkerültem minden a bácskából, hát nem értettem, hogy más miért nem érti, hogy én miről beszélek, hogy mi az a szárma. Hát ugye ez a töltött káposzta. Bizony. A szárma. És én azóta utána néztem, hogy minden levélbe csavart étel a törököknél a szárma, hát levélbe hogy... csavart rizses töltelék. Pontosan. Férjed főzi a lekvárt? Hát nem csak a lekvárt, a gyártás az övé. Itt-ott nekem volt egy-egy jó ötlete, amit ő főfejlesztett és megcsinált, de végül is a szeder főzés technológiája az az övé. Ez bio, ugye jól tudom? Jó, bizony, tudod, bizony. Igen, ezt következik a bekeverés, ugye, ami abból áll, hogy a gyümölcsöt... Lemérted? Lemértem, és hordóba rakom.
vagy hogyha sok van belőle, akkor pedig van egy nagy keverőm, egy nagyon nagy keverőm, uh-huh. 1500 literes keverőm, és akkor abba kevertetem. Most az elején vagyunk még a szederérésnek, de amikor nagyban érik, akkor egyszerre nagyon sokat lead. Így van. És akkor azt már nem lehet ilyen módon kezelni, és akkor ahhoz van egy nagyobb keverőm. És akkor ebbe rakjuk a cukrot? Hát nézd, kétféle szörpön gyártok. Egyik az, amit a cukorbetegeknek, vagy olyanoknak, akik ugye cukrot egyáltalán nem használnak, ahhoz nem kell akkor cukrot tenni, az teljesen natúr gyümölcs. Meg hát van a másik változat, amihez vagy barna cukrot, vagy vízet használunk. Ugyanúgy, mint a paradicsompasszírozóból kijön a mag, és így lesz igazi jó, sima szederlekvár. Alap, anyag. És a jó utána ezt főzöd meg 10%-nyi édesítővel, cukorral, vagy 10%-nyi minimális. Attól is, mivel élő anyaggal dolgozunk, akkor valamikor már ugye szezon vége felé savanyúbb a gyümölcs, akkor egy picit többet kell tenni, de mondjuk átlag ott van a 10-15 között. De ehhez savat nem kell utána rakni, mert a szedernek az éretlenebb gyümölcsök adják a savat, és a túlérettek meg a finom aromát. Az édesanyától hallottam, a Kati nénitől, hogy valami csoda kiflicsüt, úgyhogy ha a lekvárfőzésről távozunk, és csak a postolásra jövök vissza, az illetlenség? De én akkor is szeretettel fogadom. Jó. Nem lábatlankodunk, csak jövünk kóstolni a végeredményt. Legfelfőző mesterünk. Jó, akkor főzed, és jövünk vissza kóstolni. Addigra megcsinálom. Jó. Álljunk meg az árnyékba, így kóstoljuk meg ezt a finom szilvát. De milyen szép szilva ez. Igen. Milyen szilva lehet? Ez Stanley-nek hívják. Stanley. Igen. Nagyon a szép. Beszterceihöz hasonló. Ez is magva váló. Úgy a finom. Még egyet lopok. Nézd csak. A szilva nagyon erős antioxidáns. Igen. Az egyik legjobb gyümölcs. De finom. És legegészségesebb. Szedder után szilva van antioxidáns. Melegből melegbe viszlek anyósomhoz, Margitka néni, és egy csodálatos receptet fog megosztani velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Adhatok puszit? Igen. Margit néni. Már tudom, hogy Margit néni. Örvendek. Mi a neve ennek? Pékifli. Adai Péki. Híres Adai Péki. Híres. Hát azért híres, mert az unokáim nagyon szeretik. És kitől tetszett tanulni? Hát én a nagymamámtól tanultam. Régebben a házaknál általában volt tehén. Uh-huh. És a nénik összeszedték a tejfölt, majd a vajat, és ők ezt nagyon szívesen csinálták. És sokszor... Tehát ez egy jó zsíros tészta? Hát inkább tejfölös, meg kacsazsíros. Tehát tejföl, vaj és kacsazsír is. Ez az. Akkor ez egy gazdag kifli. De az muszáj cukrot is tenni, hogy ízesebb legyen. Igen, igen. Igen. És az élesztő. Egy egész élesztő. Igen. Teszek bele 3 kanál házi tejfölt. Teszek bele édesem 2 kanál kacsazsírt, igen. Szép kacsazsír. Igen, 2 kanál. Az nagyon szép, hát hadd nézzem, hát az gyönyörű. Jaj, de ez ősrégi, ez gyönyörű, jaj, kopott, lisztes ez tartó. Ezt akarta eldugni Margit néni, hát ez gyönyörű. Anyám 50 éves vagy, attól is több. Hát attól olyan szép. Tehát a lisztet mindig szitáljuk, mert sose tudni, hogy beraktuk, megszitálták a malomba, de én mindig minden alkalommal... Azért mindig akad fönn mindig valami a szitál, ugye? Igen, igen.
vannak ilyen teljesen egyértelmű ételek, nem? Igen. Amik úgy átmennek generációról generációra, és az szinte tényleg mindenkinek ízlik. Látja, édes, hogy körülbelül jó is van, mert én ezt, hogyha most összedolgozom, akkor egy olyan se kemény, nem jó, ha kemény, de nem is jó, hogyha ragad. Tehát, hanem... hogy azért nyújtani majd lehessen. Igen, igen. És az unokák már itt állnak, lesik, hogy hát majd valamelyik besegít, hívjuk itt őket van, majd. Itt van az Imola, aki már egyedül is csinálta. Muszáj a kezemet egy kicsit. Ez a huncsucsa. Bekacsazsírozta a kezét. Igen. És akkor nem is ragad, még hát elég szépen. Ez Sali... a huncsucsa. Na most én, ha van idő, akkor ezt úgy csinálom, hogy egy picit leülök. Akkor ez köt a tészta. Uh-huh. És az nagyon-nagyon fontos. Ez a másik huncutság. Ez a másik huncutság, amit akartam mondani, hogy nem jó ám ezt úgy csinálni. Hanem tehát úgy ezt jó, nem hogy... úgy dagasztjuk, mint az egyéb kalácsokat, hogy addig dagasztom, majd még le nem szakad a karom. Nem, ez én karom nem szakad, de sosem, hanem ilyenkor a tészta a... tej, a minden, ami az benne élesztő. Van, összeköt. És látja, édesem, hogy simul. De nagyon gyorsan simul. Könyörűen. Nagyon simul. Gyorsan. Nagyon kicsit szép. Kicsit fényes kis. Igen, igen. Egyben van, igen. Nagyon szép. Én akkor ezt egy picit így meglisztezem, letakarom, és kész. És addig pihenünk. Van egy új segítségünk, egy unoka a sok közül. Hány igen. unoka van? 6 unokám van, 4. kislány, mert még ugye én nekem kislány. Az is marad. És 2 fiú. Azt kezdjük, ami régebben le lett vágva. Le lett vágva, igen. És megvajazzuk. És itt egy kiflé. Mondjuk a tészta hólyagos meg jó. Nagyon jó, puha. Így pattog az ujjam alatt a sok levegő bukorét. Igen. És akkor várjunk csak, azon túl, hogy várjunk. Ez egy kikevert sós vaj volt, amivel megkeltünk. Somogyi erdőkben. Azon túl, ott most mi történik? Itt most le kell nyújt tejjel. Sima tejjel, igen. Tehát nem tojással. Nem, lisztet fölveszi. Nem lesz lisztes a teteje, és puhább lesz, és puha lesz. Igen. Szórunk rá. Igen, majd mindjárt. Igen, meg szezámmagot szoktunk. Fele-fele arányba. De szép! Ugye, hogy szép lett? Szép! Hát ezt az elégedetlenséget... utolsó uncutság. Igen, az utolsó uncutság. Jön a tejjel, a forró kiflim. Hogy serceg! Hallod, hogy serceg, Kati? Igen. És milyen illata van, mint a forralt tej egyből, mert fölforralta. És akkor fényes is lesz. Igen, igen, igen. Olyan, mama, amilyen. Olyan? Köszönöm. Én nem tudom, milyennek kell lenni, de ez nagyon finom. Jó van, édes. Akkor köszönöm. És nagyon jó lesz lekvárral. Nagyon köszönöm. Hát ezt most megmutatom. Tehát ez olyan ez a szeder lekvár, mint a tarpai szilva lekvár. Ugye? Krémes. Kicsit nehéz, tehát ellenállása van neki, viszont omlik. És ott van az a karamellás íz a végén. Mi minden van még az asztalon? Van egy kis vasbor. Na, azt a végén megkóstolom. Nagyon finom szederszörp. Csak egy félre van. A szederlé, a cukormentes natúr gyümölcslé. És azután hát van egyfajta ilyen kis titkos receptúra alapján készült bácskai ágyas diópálinka. Hát azzal kell volna kezdenünk. Itt van, parancsolj! Na jó, és mit a bácskai? Attól, hogy itt találták ki a receptúrát. Tényleg? De említettem, a bácskai ember nagyon okos. És akkor milyen ágyra rakjátok rá ezt a diópálinkát? 1 liter pálinkához. Olyan jó illata van. 3 szem, de olyan igazi anyányi, vagy inkább akkor 4-5. Péter Pál előtt leszedett dió kell hozzá, ami zöld feketíti dió. A... Csak 3-4 szem literenként? Igen, de ezek ekkorák, és 2 hónapig áll az ágyon, tehát 1 literhez kell a 3-4 szem. Na,
muszáj a lekvárnak átadni magam meg a kiflinek. Különben ez a fekete szeder lekvár, míg a boldog időben, amikor egyben volt Jugoszlávia, az uram beneveztette Újvidékre a nemzetközi áru mintavásárra, és ott 36 ország 186 lekvárja között lett az aranyírmes. Gratulálok, nem csodálom. Viszont még gyorsan megkóstolnám ezt a vasbort, mert életemben nem ittam vasbort. Ez ugyanúgy készül, mint a többi gyümölcsbor? Hát igen, igen, valójában hasonló az eljárás. Hát ugye, ami a lényeg az az, hogy itt a bor készítés önmagában egy hideg eljárás. A hideg eljárás biztosítja azt, hogy minden megmarad benne, igen. Tehát végül is a gyümölcs teljes értéke. Azzal, hogy talán még kap egy kis, hogy úgy mondjam, töbletet azáltal, hogy egy kis alkoholtartalom is. Hát nem is, hogy kis, hát 12-14 százalékos. Ezt adták évszázadok óta kanállal még a gírhes, étvágytalan gyermeket. Gírhes? Hát gírhes, igen, mert milyen gírhes ez a gyerek? Úgy mondták, hogy hirtelen növésnek indult és rettenetesen sovány. A vidékünkön, igen. Az illatától, az ízétől sokkal jobb a hatása. Ezt szoktam mondani. Igen, nem túl száraz, vagy miért mondod ezt? Nem, majd meglátod. De csak mert az illata jó? Mindentől jobb a hatása. Na, nem érezni a sok alkoholt. Egyáltalán, no ez a huncutság benne. Ez az egész bácska tele van huncutsággal. Szervusz, hát ez egészségedre. Egészség. Fölfegyverkeztünk mindenféle finomsággal, energiával és jókedvel. Már is mehetünk. Hova levásárolni megyünk? Zentára a piacra. A vacsorához. Pontosan. A finom bácskai szármához. És ez nagyon jó időzítés, mert azt szokták mondani, hogy éhen soha nem megy vásárolni, akkor mindent megveszel. Mi most nem éhen megyünk, úgyhogy rendesen fogunk vásárolni. Én azt szoktam mondani alföldi lányként, hogy én elég messzire ellátok, nem megyek föl sehova. Azért, hogy lenézek, majd inkább lentről föl, de most megértek a tinéni. Tehát Zentán azért itt a Városháza teteje nem akármilyen látványt nyújt. Hát azt mondhatjuk, hogy Zent a szívében, Zent a tetején vagyunk. Ha arra nézel, ott kicsit a Tisza becsillog a képbe. Egy igen. Kanyarra. És tulajdonképpen az a régmúltunk. 1697-ben volt itt az a zentai csata, Savoyai Jenő herceg nyerte meg, ami megfordította a török-magyar viszonyokat, ez volt az első nyertes csata. Uh-huh. Innentől tudták visszaszorítani a törököket. Akkor arra van Szeged. Arra van Szeged. Igen. A túloldalon pedig, ahova megyünk, a zentai piac. Az a legfontosabb, nem? Az, az biztos. Vásárolunk, jókat eszünk. Gyönyörű az áru. Tulajdonképpen ez akkor az eredeti belvárosi piac Zentán, mert hogy igen. A igen. Fák mutatják, persze, hogy itt mindig piacér volt. Igen. És ezek mind maguk termelt zöldségek? Vagy itt is megy az, hogy mennek egy központi nagybani piacra, és onnan ide hozzák? Az véletlenül sincsen. Tudni kell, hogy magán a zentai piacon nem csak a zentai termelőknek vannak itt árujai, majd ha körbe megyünk, akkor megmutogatom, hogy itt meg lehet a mohóiakat találni, az adaiakat. Tehát a nagyobb piacokat körbe járják a termelők, őstermelők végső soron, és így értékesítik az árujukat. Na, akkor ez egy igazi piac. Szép krumplia van, bizony. Jó napot! Jó. Milyen fajta ez? Hát a fajtáját magának el nem árulhatom, de nagyon finom krumplipürének. Ez a pürének, igen. És akkor ez a sütni? Így van, így van. Itt látja, látod Kati néni, ezt is tudják. Meg kell tanítani a magyar árusoknak, jaj, tisztelet a kivételnek, hogy nem krumplit árulunk, hanem mihez árulunk. De krumplit. Milyen jó mondod! Egy csomag krumplit kérhetek? Vagy 15 dinár. Köszönöm.
Jó napot kívánok! Milyen káposzta? Káposzta. Emelje csak fel a másik felét. Szép, vékony. Abból, tehát ott puha és vékony a levele, igen. És nem kemény, erős. Tehát ezek a jók a szármához. Jó, a futókikáposzta. Mellesleg salátához is sokkal jobb, mert tudod, nem marad hogy hasonlít, hasonlít, mert kicsit lapos is, nem az a nagy kerek, mint a hajdúhatházi. Végül is ez szokás volt tájjellegként elnevezni egy olyan helységről, ahol nagyba termelték, de végül is maga a mag, valószínű, az, az. Igen. Köszi, és ezt magának adom. Ne viccelje. Kóstolja meg a fudikát. Úristen, de kedves. Nagyon szépen köszönöm. Ide értünk a híres mohói zöldséghöz. A termelők Mohojon nagyon sok termelő zöldséget, répát termel, és ezt úgy is tartják számon, mint tájjellegű mohói zöldségrépát. Aha. Nézd meg, milyen gyönyörűek. Hát olyan kicsit illat megkaparod. Van. Jó napot. Isteni illata van. Nagyon-nagyon jó. A lányom ezt szereti legjobb, az anya nekem abból a jó ízes répából hozzá Pestre. Igen, na most én ezt szerettem, hogy nincs, nem ez a centivel kimért. Igen, nem subleros vagy. Nem subleros? Tudod mi? Ez a jó, ez biztos, hogy jó. Oda néz azokat a hatalmasakat. Mert ez mi? Zöldség. Na, ezt elmondom a nézőknek, tehát itt a Bácskában a fehér répát, mi ezt hívjuk zöldségnek. Tehát ez nálunk a zöldség. Persze minden más is zöldség, de a növény maga, ez is zöldség. Igen. Van egy sehol máshol nem hívják zöldségnek. Komolyan, ennyire tájjellegű. Megnézzük elsősorban is Panni néninek a finom vajaljáját és a finom sörsajtját, ebből majd viszünk mind a kettőből. De majd kiderül. A vajalja különben... Ez a barna? Ez, igen. Ez egy tájjellegű készítmény. Vannak vidékek, ahol nem is ismerik. Én például. Vagy tejfölből, vagy vajból készül. Nem mondd el, hogy készült, csináljál nekem. Jó. Jó? Jó. Meg lesz rá az asszony, aki csinálja. Jó. Csupa olyan dolog van a pultban, amit egyet sem ismerek föl. Nem ismerem őket. Itt vannak a kóstolók. No, parancsolj. Ez a vajalja. Az, igen. Olyan, mint egy karamell, úgy néz. Te isteni finom és pörkölt is. Nagyon finom. Ezek pedig birka tejből készült sajtok, ezek az érettebbek, de előtte ezt sörsajtnak hívják, ez lágyabb, finomabb, és nem annyira úgymond szagos. Krémes, nagyon finom. Mire használjátok ezt a sörsajtot, Kati néni? Hát igyenni kell nyérel. Pirítós, azért sörhöz is nagyon finom, azért hívják sörsajtnak. De ízletes. Még végigérünk a piacon, én jól lakom. Ez körülbelül. Merre van a kosarad? Nagyon-nagyon finom volt. Most nehezít rajta, de nem baj. Most pedig elfogunk. Györgye, légy szíves! Nem, most szíves! Igazi, rendes dél-szerbiai készítményeket árul. Na nézzük, mi minden? Az a dél-szerbiai autotúra. Igen. Részből nem annyira zsíros. Tessék, kóstoljam meg! Ez olyan szárazabb, ez egy kicsit csikorog, de isteni finom. Nem, nem csikorog. Köszönöm szépen. Szívesen. Nagyon finom. Zlatibori környékén van ez a túró, finom nagyon. Nagyon finom. Hegyi tejből van készítve, nem annyira zsíros. Zlatibori kajma, tessék, kóstolják meg ezt. Ez a kajma. Ez kajma. Ez az a tejföl dolog. Dél-szerbiai kajma, igen. Nem tejföl lesz szívem. Hogy készül a kajma? A kajma úgy készül, hogy a tejet félforralja, szél és lábosba, és a tetejéről leveszik a zsírtartalmát, és úgy rakják a sorokat egymásra, és sózzák, tessék. Tehát nem nyers, főző. Engem is jól akadsz. Leszedik a tetejére ezt a kajmakot, sózzák, és így ilyen csomagba teszik. Hát akkor ez jó sok tej kell egy ekkora... Tiszta zsír, teljes zsírtartalom. Tiszta zsír, tiszta tejzsír. Ez olyan, mint a vaj. És ezt meleg lepénybe szokták enni. Tiszta olyan, mint a vaj.
Na hát akkor ez a bizonyos tarhó, amit hát nem tudom mióta hallgatok a Kati nénitől, hogy a tarhót meg kell ismerni, akkor most ismerjük meg. Igen. Tehát mi az a birkatarhó? Mi hogy készül? Férjem megfeje a birkákat, utána úgy készül, hogy tüzelősporheton tudjuk felforralni, mert különben lesül, gázon, villanyon nem tudjuk felforralni, mivel hogy a birkatáj dupla sűrűségű, mint a tehéntáj. És akkor, mikor felforr, akkor kihűtjük, tehát kellő mennyiségre kihűtjük, és akkor utána bögrékbe öntjük a tejet, és tarhó, tehát így adagokba. Így adagokba, és akkor tarhómagot teszünk bele mindegyikbe egy ilyen kis kanállal, és tehát elkeverjük. Ez tulajdonképpen úgy készül, mint hogy én csinálok kefírt otthon, hogy veszek friss tejet, és a kefírből teszek egy kanállal bele, és másnapra kész a kefírem. Nem, ennek csak 2 óra hosszáig szabad így ágyba lenni, tehát le kell takarni. És dunsztolni kell. Dunsztolni kell, és akkor 2 óra hosszamúval ki kell szedni, mert különben feladja a savóját, és savanyú lesz. És mikor így kihőlt, így valamennyire, akkor hűtőszekrénybe tárolom. Hogy ne savanyodjon tovább. És megkötjön. Szabad megkóstolni. És akkor ennek ilyen keménynek kell lenni, hogy nem fog kifolyni utána a tarhó az edényből. Atyaik, az akkor nem normális, hogy én folyékony tarhót itt? Az nem, nem igazi tarhó. Az 2 nap után... Becsaptak. Az nem. Az tehéntel... megkóstolhat. Tessék megkóstolni, az tehénteljel van csinálva, és akkor azért folyékony. A tiszta birkatarhónak nem szabad kifolyni. Tehát fölszaporítottuk az ilyen alvadt, savanykás tejételünk sorát, a kefír, joghurt, aludtej és tarhó. Megértelek most már, hogy miért mondtad mindig a tarhót. Egyrészt örökségünk, régi örökség, másrészt hát ez nagyon finom. Most, hogy ide sültünk, indulunk. Mi elmegyünk a gyógykúthoz, ami valamikor folyt be a banyába. A banya az mi? Gyógyfürdő. Az gyógyfürdő, ja, az egy magyarul. Kanizsának a gyógyfürdője, és most mi oda elmegyünk, mert ez ilyen gyógyvíz, ilyen és térmálvíz. És az itt van a portán, a saját földjükön? Igen, itt van. Kevés olyan gazdálkodó van, akinek van a birtokán egy termálkút. Az ja. Biztos. Amíg ezt hiszük, még sose halt meg senki se tudomásunk szerint, aki ezt de beteg se volt. Senki. Még inkább egészségesebb. Jó, ez én nem vagyok ellen. Mindegyikre! Egész biztos! Megkül azt az őszembert is ott kérdezni hátul, az nagyon gondolkszik. Ő szokott sűrű benne fürdeni. Hát látom, jött strandolni. Jó napot kívánok! Gasztro angyal! Jött strandolni? Maga angyal? Hát, csak szeretnék. Jó. Én is. Én így jön, itt jövök, itt lakok én, itt a másik tanján. Másik tanján, és átjött ide fürdeni? Igen, persze, itt van egy kád, a Mikié különben. Kirakott egy kádat is? Hát van, kettő is van. És akkor menjünk Morálmára, vagy Makóra, mikor itt van ingyen, és még jobb is. Itt van a kert végében. Mert ez tényleg ettől meg legyógyul. Mert szokott fájni a lába? Hát, hála Istennek nem. Na, de azért, mert rendszeresen így fürdik. Mikié az elébb mondott valamit, ez a víz mindenre jó. Na jó, hát menjünk már! De menjünk már! Sajromen pucsela, Kuba már a szoszea csela. Tehát innen indul a víz, és az árasztja el ezt az egészet. Igen. Ez a csodakút. Na, hát akkor elengedem fürde akcióba. Igen, mutassa csak, hogy hogy szokták olyan ezt. A kád az csoda, nem? Tehát valljuk meg őszintén, ez a fehér jacuzzit. Reggel beleeresztítjük a vizet, és akkor ilyenkor jó főmelegszik. De ennek a víznek ez a színe? Ez a színe. Ilyen sárga a víz. Igen. Kénes. Kénes. De van ebben mindenféle fajta ásványanyag, és akkor ilyenkor jó meleg, akkor szépen ide bele. Ülünk, belefekszünk, kiasztassuk ezt a zöreg csontjainkat. Kijövök és meditálok, belefekszek. Néha birkán jönnek a Mikinek, azok azt mondják, be, a zeném is van, úgyhogy ki lehet kapcsolódni. Ettől szebb nincs a világon. Most belugaltatom a lábam magam mellé. Nagyon, nagyon. A popidat is belugaltatom. Jó, de ülj, na, ülj, ülj bele. Na, azt egy kádba, nem mi? Minden esetre...
az igen. igazi gyógyvíz tulajdonképpen elsődlegesen ebből a kútból kapott. Igen, igen. És innen vitték az iszapot is, ha jól igen, tudom. Igen, igen. Természetes. Most is lehetne az iszappal is kenni, mert nagyon. Addig elmondom, hogy ez egy kénes víz, ami azt jelenti, hogy ugye mindenféle bőrbetegségre jó. Mivel kénes, ezért valószínű nőgyógyászati betegségekre is, és mindenféle mozgásszervi betegségre is. Tehát egy tényleg erős gyógyvízről van szó, de iható is, tehát a gyomor betegségeket is minden gyógyítja. Belső. Nézzék azt az embert. Egyet biztos mondhatok, hogy nem ölelem meg búcsúzásként. De, akkor erre lefűrdik, lefűrdik, de meg lehet. Valami a minden nap gondol rám. Hány fok volt a mezőn? 50? 50. Hiába van gyógyvíz, az is meleg, úgyhogy nem hűt le. De nagyon jó, hogy hugod az ági? Bizony, a hugod nagyon okosan megtalált az egyetlen árnyékos helyet, és ide készült be vajalja készítése. Már piacon megígértük, hogy megmutatjuk, hogy hogy készül, bizony, ahogy bizony, ez egy nagyon finom, speciális délvidéki koszt. Legfinomabb kovászos uborkával. Azt mondtad a piacon, hogy dinnyével. Hát vettünk hozzá dinnyét. Most akartam kimondani, hogy is sárga dinnyével. Mert ugye kovászos uborka nincs mindig. Sárga dinnye sincs mindig. És vajalja sem. De most azért gyártunk egy adagot. Na jó, kezdjük el, Ágikám, jó? Lehet tejfölből. Igen. És lehet vajból. Tehát igen. Ez egy nagyon jó vaj. Hát gyönyörű látszik. Sárga vaj. Tehát finom. Megszagolod? Minden házi. Azt, de ez tehén tejből van. Tehén. Igen, igen. Ez még tejből van. Hú, de finom vaj. Na de miért csinálnak vajaját? Miért nem így esszük a vajat? Ezt tulajdonképpen régen vitték az emberek. Tehát nem romlott meg, finom étel volt. Uh-huh. Hogyha volt kenyér, akkor kenyérre ették, ha nem volt, akkor úgy is jó volt. Tehát jó lehetett lakni. Uh-huh. És el lehetett tartani jobban. Így ha van. Több lett, akkor az egyik részét, ami már majdnem kifutott a szavatosságból, igen, azt lesütötték vajajára. Ez a lényeg. Így van, van. Semmi igen. ne vesszen kárba. Igen. Ez igen. Pontosan. Ezt tudják a régi gazdaságban semmi nem veszhetett igen. kárba. Igen, jó lesz. Igen, persze. Akkor lesz érdekes, amikor elkezd sülni. Na, ez amíg sül, addig beszélgetek. Tessék! Én már átkeresztettem. Mindegy, anya, mindegy. De épp a bérim a nevem Erzsébet. Tényleg? Igen. Nekem is. Na hát akkor. Mit szól? Nekem is. Azt hallottam, hogy 300 fős lakodalmakat főzött végig. Volt. Ez nekem azért volt nagyon érdekes, megint csak a szárma jut eszembe, igen, hogy szárma nélkül nem volt lakodalom. Nem, a hajnali terítés. Na, nyáron akkor hogy volt hát szárma? Hát úgy, hogy megvették a gazda, megvette nagy fejeket, és akkor én üsbe leforráztam, leszedtem róla a leveleket, lesóztam, babérlevél, szemes bors, és akkor leraktam olyan nagy edénybe, uh-huh, és akkor egy kis ruhácskába, hogy a kenyér, nem kovászoltunk, mink kis kenyeret, a ruhácskába ne menjen szanaszét a levibe az igen, a kenyér, abba. Belerakták. Úgy egy fele, félig hasábbal, aztán az a kis kenyérke, és akkor hát ez úgy kedden már megcsináltuk, és akkor péntekre már ez kellett. Igen, hát akkor ez meg úgy megsavanyodott, mint a kovászos uborka. Így van, így van. Hát akkor csak kovászoltak. Nyáron mindig így ment a szárma csinálás. Lemaradtam? Oh, mondjátok gyorsan, mi történt? Elkezdtük sütni a vajat, és beletettük a lisztet. Hát akkor és mint most egy rántást belehintettük, igen, igen. Igen. És most kezd így egy kicsikét fehéredni. Igen. Na akkor lesz kész, hogyha már fut. Ha fut. Aha, igen. Futni fog? Nem fog futni. Hanem így habosodik egy picit, nem? Hanem kezd külön válni. Mitől válik külön? Hát a liszt és a vaj. Uh-huh. Meg kell, hogy egy kicsikét... Az illata jön már? Igen. És egy pici sót is tettetek így hozzá. Így van. De most nézd csak. Most meg krémes lett. Igen, de milyen jó illata van már. Most már nagyon jó illata van.
Most látod, elkezd, ezért mondom, hogy fut. Igen, de az előbb darabos volt, most már teljesen krémes lett. Nehogy túl süsd. Nem sokára. Okoskodok közben. Aztán nem baj az. Okoskodni a legolcsóbb, nem? Legkönnyebb. Hogy aztán mi sül ki belőle? Hát vajalja! Vajalja! Egész krémes lett. Folyékony krémes lett. Új, de szép. És akkor ezt hagyjuk, hogy kihűljön, és utána lehet szeletelni. Nagyon jó, nagyon köszönöm. Kati néni, hogy ez a tanya ad a környékén a legszebb tanya, a tiétek. Hát, de igaza volt, tényleg gyönyörű. No, örülök, hát nagyon-nagyon szép. Ő leragadtott a vendégekkel beszélgetni, hallom. De a kanálvertet nem tudom micsoda, amit a paprikáshoz készítetek ti itt a Dán. Igen, ezt nokedlinak is hívjuk, de kanálvert. Ez igen, hát de tudjuk. Ez egy másfajta módon na, van mutasd. Készítve. Ehhez egy két pár tojást, kettőt használunk. Igen. De hány főre? Én ezt úgy szoktam mondok eddig, hogy fejenként egy tojást számolok. Sok. Kettőre egy tojás. Kettőre egy tojás. Igen, jó. igen, most az két tojással. Egy igen. Kicsit meg sózzuk, nem sokat, egy keveset. Igen. Egy nagyon pici olajat. Olajat teszel bele. Na ez már más, mint az én nokedlim. Mondtam. Igen. Még egy picit, és akkor lisztel. Sűrítjük. Sima, finom liszt. Igen. Úgy hallom, hogy a víz is... Gőzölög. Még lassan nem fordul, de gőzölög. Sót tegyek bele? Egy picit sót és olajat. Olajat megköszönném. Is. Azt is olajat is. Jó. Mert akkor kevesebbet kell utána hozzátenni, amikor kifőtt. Most már forra vízünk, és a kanálverte, mivel a kanalat bele kell mártani forró vízbe, hogy ne ragadjon a tésztához, még remélhetőleg most már az edényhez sem fog, akkor szépen még fordítjuk az edényt, igen. És ilyen pici kis haluskákat, lókértiket. Hát ki megkorált. Tehát jobb, hogyha kisebbek. Már jön is föl. Fölhabozzon, és habzás után le fogjuk oda szűrni. Azt a gyönyörűt. Ebbe a tálba. Ezt is legjobb, hogyha egy kicsit langyos vízbe szűrjük, de nem pedig hideg kell, mert nem fog olyan könnyen összeragadni. És akkor utána meglocsolod egy pici olajjal. Egy nagyon pici olajjal, egy pici sót teszek rá, és kész. Lehet. Ez azért érdekes ez az étel, mert te ragaszkodtál hozzá, hogy az egyik legfontosabb, szerbeknek legfontosabb ételt megmutassa a Natasa. Legnagyobb ünnepi ételüket. Na, hát ez a kolivó. 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 Igen. Na, hát megpróbáltam nagyon szépen jól ejteni. Jó. Így van. Ez jó egy gabona étel, ezt tudom. Igen. Mi kell hozzá? Hát ez ilyen búza. Amit... főzünk, ugye? Megfőztem, igen, este, víz, és még van vízbe, és letakartam, hogy egész éjszaka úgy dagadjon. Igen, és akkor hozzá kell még a dió, igen. Mazsola, cukor, vaníliás cukor, fahéja. Bizony, az attól nagyon jó lesz, ugye? Igen, igen. Tehát ez tulajdonképpen a vízben megfőzött, nem is sós vízben. Nem. Édes kis, egy kis cukros vízben igen, megfőzött búzát, keverjük össze ezekkel. Igen. Én olvastam, utána néztem az interneten, és olvastam olyat, hogy tejben főzik. Nem, mink akkor nem az, szoktunk. Az már nem, egy... Nem. Nem az igazi este régies archaikus recept. Igen, igen. Jó, kész. Mit kell vele most csinálni? Hát most így... A búzát. Átdarálod a búzát? Igen. Bizony, akkor lesz finom olyan. A diót. Szaft. Dióval. Igen. Ez pirított vagy natur? Nyers. Ez ilyen natur, nyers. Igen. Nagymamától tanultad? Igen. Gondoltam. Igen. Minden tanultam. Na és mi az az ünnep, amire készítitek? Hát szoktunk csinálni karácsonykor. Meg van minden pravoszláv
szerb háznak egy ilyen ünnep, amit Szvecsárnak hívnunk. Védőszent, vagyis ugye? Egy védőszent. A miánk az Mikulás, de az december 19. Szveti Nikola? Szent Miklós. Szent Miklós. Igen, és az december 19-én van. Uh-huh. És akkor azt szoktunk csinálni. Még egy kalács van hozzá, amit szoktunk csinálni, és ezt el kell vinni. Meg kell szenteltetni. Igen, templomba el kell vinni, és avval várunk a vendégeket, akik jönnek. És az igaz, hogy a bejárati ajtóba teszitek? Hát inkább várunk ott az asztalnál, még uh-huh. olyan a szokás, hogy a házigazda az nem ül le, hanem a vendégeket szolgálja az asztal körül. Aha, de a férfi is, vagy csak a nő? A férfi. A férfi nem a házigazda, igen. És akkor kiválaszt, hogy melyik családnak melyik lesz a védőszentje? Ezt tett örököltünk. Örökség. Az ősöktől. Én, mikor férhez mentem, akkor átvettem a férjemnek tehát a szavaját. A nők mindig a férjük védőszentjét. Igen. Daráltunk, igen. És ebbe beleteszünk cukrot. Mazsolát. Igen. És akkor ezt mondjuk előző nap kell elkészíteni, hogy úgy összeérjen. Igen, igen. A vaníliás cukrot, meg és a fahéjat. Fahéjat, igen. És akkor ezt így össze kell keverni. Most, ha viszünk templomba megszentelni, akkor szoktunk kidíszíteni a ilyen zselécukorra, vagy dióval, vagy attól függ, hogy milyen dió, igen. Hogy lehet találni. Igen, ilyen keresztet láttam igen, a tetején igen, mandulából. Igen. Ez lenne gyönyörű. Meg lehet kóstolni? Persze. Vagy kóstoljam azt, amit tegnap összeraktál? Igen, inkább azt. Az összeért, igen. Parancsolj először te, Kati. Jaj, köszönöm ezt a tisztet. Én biztos, hogy szerettem. Én annyira szeretem ezeket a főtt gabonákat. Tiszta krém, és az illata, tisztára átvette a diónak az illatát. Nagyon finom. Tudod, mire emlékezted? A diós bejgrire. Igen. A főzött diótőtelék. Igen, amit megfőzünk diókrémet. Nézzük meg. Rotyog. De ezt ki fogja megenni? Ez egy birka pörkölt. Igen. És ő? Az egy kakaspaprikás. Jaj, hát én azzal kezdem. Megkóstolom. Egy meózást. Tudjátok, mi lenne az igazi? Egy nagy szelet kenyér. Uh-huh. Rá. Ki, és azt úgy megenni. Igen, az jó. Milyen jó édes íze van a birkának. A hús Isten. Mennyivel édesebb, ugye? Hogyha nem kezdjük el gyorsan csinálni a szármát, amire reggel óta készülünk, mi nem leszünk kész. Lányok, munkára föl! Egész nap a délvidéki bácskai szármáról beszéltem. Mutassuk meg, hogy milyen az eredeti. Ez a ti családi receptetek. Igen, igen. Méghozzá? Apukánktól ered. Így van. Apukánktól? Nem a nagymamától? Tehát apuka jól főzött? Jól főzött, az úgy van, hogy apa volt az, aki végigcsinálta, tehát ilyen ünnepekkor beállított ilyen nagy jó vajlingba, és jóféle szármát hozott, és a mi diétás szármánkat nem ették meg a gyerekek. Itt vannak a gyönyörű szép fejek, ezeket én most a közepét, a torzsáját ki fogom vágni. Tehát felénk úgy savanyítják a káposztát, hogy van ez az aprított rész, és amikor a dézsába bele döngölik az aprított, legyalult káposztát, közé egész fejeket raknak. Ezt hívják hasávnak. Ezek a hasávok. Az alapja a szármának, tehát
miért szárma és miért nem töltött káposzta, mert én ki szoktam kérni magamnak, a miénk a szárma. Jól teszed. Van benne füstölt hús, az biztos a szármában. A töltött káposztában nem biztos, hogy van. Édesapám annak idején azt mondta, kislányom, a szármát akarsz készíteni, még egy rendes, igazi, füstölésű, békebeli csülköd nincs, hozzá se fog. Nem érdemes. Komolyan. Két változat van. Igen. Az egyik, amikor nagyobb a türelem és több az idő, akkor az ember szépen összedarálja az egész csülköt, igen, és belekeverjük a darált húsba. Igen. Az milyen jó. Nagy huncutság. Igen. Az én apám az mindig úgy csinálta. Nagy huncut volt ezzel. Ha viszont kevesebb az idő és gyorsabban kell dolgozni, akkor vékony csíkokra vágva szépen majd a közét, ezt most így csináljuk. A gombotok közé is tudjuk rakni. Pontosan a legyalult káposztával szépen keverve, és akkor rétegezd be. Én ezt nem bánom, mert akkor így meg rá lehet lelni. Pontosan. Igen. Az aljára egy-két csontot, mivel az még kiadja az ízét. És nem engedi lesülni. Nem engedi lesülni, pontosan. Ezt szépen ide az aljára bele fogjuk rakni. A klasszikus recept az úgy szól, hogy kétharmad hús, egyharmad rizs, vagy pedig egyéb gabona. Felétek ez hogy készül? Így, egyharmad, kétharmad. Ugye? Igen. Vagy talán még kevesebb is. Igen. De ez a másik, hogy nagyon sok helyen egyáltalán nem tesznek a töltött káposztába rizst, igen, vagy gabonát. Komolyan? Te képzeld el, igen, és tojást, igen, sem. No, csak. Igen, és az tényleg nagyon kevés hely, ahol tojást tesznek bele. Ebből látszik, hogy a szárma és a töltött káposzta azért nem ugyanaz. Én még kérlek, hogy ezt te adagoljad. A Marci tojásra. Igen, majd ütjük sorba, és akkor úgy rétegezve, és aztán el fogjuk tudni keverni. Igen. Na hát, és hogy mennyi piros... ennyi. Egy ilyen kis marok. Még egy lényeges, sózni soha nem szoktam, igen, a húst a rizssel. Azért, mert inkább a java részét beleteszem a kifőtt sós csülöklének, és az szinte untig elég. Még egy, az az igazság, hogy apám még berántotta, tehát egy kis rántás. A szármát rántani kell, ti nem. Már az utolsó időben. Mert anyukám nem rántja, nekem kell rántotta rá a rántás. Megcsináljuk, legyen rántással hagyományosan. Itt vannak a szép nagy levelek, meg itt egy lapos tányér is van, amint a csavarni tudtok. Azaz. Jó így? Azaz. Na vagy nagyobbat. Nem, szerintem nem, az azért, ami megdagad. Meg is kell, hogy most megnézem, hogy ti hogy tekeritek. Én így rá szoktam tekerni és bebukom. Pontosan, csak vagy én hagyjátok, csinálom, vagy nem, ti hagyjátok. Én hajtom. Igen, ti máshogy, de megpróbálom úgy is. Öröm ránézni. Ezeket a nagyobbakat én beleraktam, jó, és most jön megint a hintés. A szapró káposzta és a hús. Így, igen. Mit gondolsz, elég lesz? Ne idegesíts, rengeteg! Hát ki eszi meg ezt a sokat? Hát ez több adag, azt szokták mondani, ez nem tudom, nálatok is így van, meg biztos. Meg a káposzta melegítve, jó, tudom. Háromszor melegített káposzta a legjobb. És akkor hát egy órát kell főzni. A nagyobbnak biztos, hogy végül is meleg, tehát langyos volt az egész lé, és jó meleg is van, de egy
másfél-két óra hossza kell neki. Igen. Igen? Igen. Jó, és akkor utána pedig csak egy kis piros paprikás sártást. Igen. Teszünk rá, szívem. És aztán, ha tálaljuk, akkor tejföl megy a tetején. Ja, hát hoztunk tejfölt. Igen, hoztunk az erdei piacot. Nagyon jó. Meg vagyunk. Mi hozom a nehezet. Bírod? Szívem, bírnak. Való. Ó, de jó szaftos. Ez nem folytós? Ne. Hát hozzuk a gőzös. Mit csinál? A tűt élezi kaszakővel? Hú, még egy. Egy. Várjál! Oda, be! Meg tetszik kóstolni.